Vannak, akik karácsony ide vagy oda dolgozni kénytelenek, az egészségügy például az ünnepek alatt sem állhat le, sőt az évnek ebben a szakaszában nem ritka, hogy kifejezetten sokan kerülnek kórházba. Kórházba dolgozom, úgyhogy ott nincs szabad nap vagy ilyesmi, illetve van szabad nap, de éppen a karácsony az ugyanolyan nap, mint minden más. Csütörtökön délelőtt még sokan a boltokat járták. Vannak, akik az utolsó pillanatra hagyják például az élelmiszerek megvételét. Még megyünk a boltba, foma fő van díszítve, világít is szép. Hát még van minden, amit még meg kell venni. De a legtöbben mégiscsak pihenéssel töltik a karácsony előtti napokat. Ez az időszak a nagy családi találkozásokról szól az emberek többségének. Jó gyerekeim meghívtak, holnap már oda megyek az egyikhez, vasárnap a másik gyerekemhez megyek, unokák vannak. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy oda megy a karácsonyba. A családi összejöveteleken elengedhetetlenek a finom ételek és a sütemények. Nagyon sokat együtt vagyunk. Még szerencse. Ez a szerencse, úgyhogy nem. Én már egy magamért nem nagyon főzögetek. Sütni sütöttem, megsütöttem a bejglit. Karácsony egyébként idén hétvégére esik, ugyanúgy, mint a szilveszter is, ezért most ez az időszak sokaknak csak néhány nap pihenést hoz.